Nosrác, sziasztok srácok, egy narancsör, és itt lennénk ismét egy újabb videóval, méghozzá a Lada projekt harmadik része. El fogom mondani, hogy mi lett kész rajta. Az ívek már mind fenn van, már be is van gittelve, már csak alapozni kell és fújni. Meg fogom mindjárt mutatni, meg azt is, hogy a mai nap mit fogtok látni. Remélem úgy, hogy jó a fókusz, meg a hang is. Az a baj, nincsen most állványom, és így kézben tartom, remélem nem annyira remegős, meg mondtátok, hogy legyek távolabb, nem tudom, hogy most mennyire lehet látni a fejemet, de mindjárt megmutatom. Na, szóval igazából az indexképről is lehet látni, hogy ki lett véve az első két lámpa, meg a hűtőrács, meg a lökhárítós le lett véve, és akkor igazából most ezt fogom itt becsiszolni. Ugye elsősorban lehet látni már, hogy ez itt el lett kezdve, meg ott is, ezt itt be kell fejezzem, és akkor igazából utána még így ezt az ajtót idáig, ezt be fogom most csiszolni, meg a hátsó ajtót is. Itt meg van egy mosógép, meg képzeljétek el, meséltem előadásban, hogy bekakált a mosógép, és ez is egy nagyon jó sztori volt, hogy hogy hoztuk el az újat. De igen, szóval felkerültek mindenhova az ívek, hogy láthatjátok. Hoppá. Előre, hátra is, meg a másik oldalt is. És annyi az egész, hogy ennyire van bent a kerékszinte, nem is lehet látni. Szerintem meg pont jön egy dezső. Szóval lesz rá egy nyomtávszélesítő ugyanezzel a felnivel, és akkor ez is jól fog kinézni. Hát mi mindjárt másik oldalára is. Akkor igazából ezt a másik oldalát, ez már igazából azt láttátok. Majd mindjárt azt is elmondom, mi volt vele a probléma. Meg ugye ezt láthattátok, ez volt ugye az ívcsere. Csak az a baj, nincsen sok hely, mert kicsi garázs, meg sok itt a gumi. Szóval így mutatom meg, hogy eléggé durván jól néz ki, nincsenek rajta a csavarok jelenleg, de igen, szóval még ez is le lesz szépen fújva. Megmutatom igazából, hogy mi volt a probléma. Szóval mi nem gondoltunk arra, hogy mekkora, vagy hogy kéne felrakni, és amikor bátyám felrakta, minden pacek, kitoltuk az autót, és hát egy dologra nem számítottunk, hogy amikor kitekerjük a kormányt, akkor hogy bele fog érni. És nagyon durván beleért, és akkor ezt így szépen itt, nem tudom, majd mindjárt megmutatok egy közelebbi felvételt, hogy így... Na, és itt a Dezső. Na, mi van? Dezső? Na, mi? Felkelti? Igen. Jött ő is segíteni. De most maradj csöndbe. Jó? Dezső? Jó van már. És nézd meg, ide jön, és itt fog most nekem hesszelgetni. Utána Dezsőt elzavartuk, mert itt zavart, hogy ráülök a heggesztőre. Szóval lehet látni, hogy egy kicsit itt ez itt meg lett vágva. Nem tudom, hogy most mennyire lehet pontosan látni, sajnos bocsánat. De az a lényeg, hogy most pacek, meg kisebb gumi lesz rajta. Nem 65, hanem 45. És akkor mindenféleképpen el fog jó férni. Így is elfér, de jobbra megyünk, szóval 100%-osra megyünk. Még így gyorsban azt is el szeretném mondani, hogy nagyon sokan kérdeztétek, hogy mi van az autóban, meg hogy lesz-e róla a teljes bemutató videó, hogyha kész lesz. Hogyha szeretnétek, akkor lesz. Mert még ugye még a másik, ami szétrobbant motor, még arról se készítettem videót, de arról is lesz, mert arra nagy volt a kereslet, vagy az igény. Szóval, hogyha szeretnétek, akkor mindenféleképpen lesz majd, ha kész lesz teljesen, tényleg 100%-osan, akkor lesz egy másik bemutató videó, de amúgy volt róla egy, akkor még azzal a motorral, ami szétrobbant, de azt a megtaláltak az egyhetes napi vlog kihívásban, nem tudom, hogy most azt hiszem itt a jobb felső sarokban, vagy nem tudom, most jól mutattam, de ott meg lehet találni, ha esetleg nem dobja fel, akkor pedig keressétek meg, az egyhetes napi vlog kihívás 3, a Lada néven van, szóval meg tudjátok tekinteni. De azóta sok változás lett rajta, mondhatjuk, szóval, hogyha szeretnétek, hogy még egyszer legyen bemutatva, akkor lesz. Na, igazából az elejével azzal készen is vagyunk, egy 10 perc, durván 15 perc alatt szépen át lett csiszolva. Ott lehet látni, ott le is szedte egy kicsit a festéket, valószínűleg ott fekete vagy valami, de kész. És akkor most jönnek az ajtók, amiket eléggé jó meg kéne csinálni, hisz ugye, amint mondtam a videó elején, hogy ilyen magasságban, szóval ez az elidja géptől lefele, igazából mind a kettőt. Az első ajtóval igazából kész is vagyok,
Nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de talán így, hogy ez fényesebb, ez meg jóval mattabb. Készen is van. Negyed óra alatt szépen, alaposan megcsináltam, és most jön a következő ajtó, aztán igazából végzünk is. Igazából kész is vagyok. Ugye itt egyedül ezt a részt, az a baj, sárga fény is. Nem tudom, hogy mennyire lehet látni, de szerintem azért lehet, hogy mennyire kellett ugye megcsinálnom. Készen is vannak ugye az ajtók, itt is szépen megcsinálva lent, csak sajnos nincs elég hely, mert itt a mosógép, sajnos, kicsi a garázs, de szépen megcsiszoltam mind a kettő részét igazából, és akkor ez a videó megint csak ilyen rövid kelet, mert nem lesz hosszú. Az a baj, hogy ezekből a részekből nem tudok hosszút összevágni, hisz ritkán is van, meg hogyha csináljuk, akkor szerintem az a baj, hogy én úgy vélem, hogy nem nagy szám szerintem ez az egész dolog, és nem tudom, hogy mit kéne belevágni, nem tudom, mit kéne belerakni, hogy mi érdekli az embereket, igazából majd ez majd szépen kiforja magát. De készen van, most már majd lehet lealapozni az egész autót, vagyis csak a részeket, ami lesznek lefújva, és akkor még arról is láttok egy részt, vagy valószínűleg úgy lesz, hogy az alapozós részt, és ami le lesz fújva, azt a részt úgy egybe rakom. Szóval megint egy darabig nem lesz róla videó, valószínűleg, és attól függ, hogy hogy ér rá majd bátyám is, és hogy haladunk vele, de nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, ez a rövidke kis videó, akkor mindenféleképpen dobj egy lájkot, és írd meg véleményedet kommentben. Ilyen narancs voltam, további szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!